Üdvözlöm a kedves nézőket itt az Astron Kupán. Egy F7-es korcsoportbeli mérkőzés fog következni, ami annyit akar, hogy ők a legkisebbek 2x10 percet fognak játszani. A mérkőzés érdekesség egyébként, hogy a kettő rendező egyesület csapata, a Kecel KC és a Csanádi KSIS-e fiataljai csapnak most össze. Engedjék meg, hogy felsoroljam a játékosokat. Kezdeném a Csanádival, 11-esben Bredák Dominik, 2-esben Fenyvesi Dániel, 3-asban Illés Dominik, 9-esben Kardos Dávid, 14-esben Katona Domonkos, 5-ösben Marosi Máté, 8-asban Nagy Dominik, 7-esben Páni Ákos, 4-esben Patai Dávid, 10-esben Szarvák Koppány és 1-esben Tar Roland. És a mérkőzés ebben a pillanatban el is kezdődött, hatalmas kapufával dobhat a Kecel. Kecel jön bedobással, úgy tűnik, hogy még nem nagyon vették észre, még egy kicsit bennük van a lámpaláz, nem is csoda, hiszen rengeteg szülő van itt, rengeteg testvér és szurkoló. Ebben a pillanatban pedig Györgye dobta fölé a labdát. Védekezik a Kecel, támad a Csanádi. És egy szép szerelést láthattunk, ami most inkább taktikai faltnak bizonyult. Vég Andriska próbálta meg. Szép gól, a messzámokat sajnos nem látom, 1-0 Csanádinak. A Kecel játékosai 10-esben Bobek Boldizsár, van egy Csizovszki Péterünk is, bár nem tudom, hogy hanyas számú mezben, 15-ösben Deregi Dániel. Györgye, gól! Hatalmas gól! Györgye Nikolász, ez szép volt. 11-es Farkas Márk, 13-as Fejes Áron, ugye 4-es Nikolász. 2-1, gól a Csanádinak, elnézést. 17-esben Kolompár Rihárd, 7-esben Sebestyén Balázs, 9-esben Vég András és 8-asban Kriskó Csongor. Edzőjük pedig Ernst Tiborné. Eladtuk a labdát, lő a Csanádi. Ellépte a Csanádi játékos a labdát. Szabad dobásra jött a Kecel KC. Györgye, Vég. Vég törbe. Ó, kapufa. De még mekkora kapufa. Bedobásra jött a Csanádi. Illetve szabad dobásra, elnézést. Mint hogyha kicsit ellépte volna, de 3-1-re megy a Csanádi. Györgye, majd Vég Andris, ismét Györgye. Györgye próbálja meg, és hatalmasat véd a Csanádi kapusa. Egy kis szerencse, egy kis tudás, ebben minden benne volt. Játszik a Csanádi, és gólt szerez, 4-1 a Csanádinak. Egy kicsit csalódott fejek. De fel a fejjel, srácok, nincs még vége. Passzolgat a Kecel. És kétszer indulás, úgy tűnik. Jön a Csanádi, és gólt szereznek. 5-1. Minden vele, Kecel, gyerünk, srácok, hát nincs vége a meccsnek. Kicsit talán elaludtunk, de semmit nem jelent ez még. Vég. Györgye. Györgye dobja, de mellé. Micsoda védés, bravo! A 13-as percben játszó Fejes Áron fogta ki. És úgy tűnik, hogy bedobással jöhet a Csanádi. 7 méteressel jöhet a Csanádi. Úgy gondolom, hogy az most teljesen jogos volt. Drukkolunk Fejes Áronnak, de drukkolunk a 7-est elvégig a Csanádi játékosnak. És? És gól! 6-1-re megy a Csanádi. Most már nagyon csalódottak szegénykéim. Szép labdajáratás lehetett volna. A jobb szélt úgy tűnik, hogy nem nagyon játszhatja a Kecel. Nem úgy a Csanádi, akik most is oda passzolnak. Egy gyönyörű lefordulás, és egy még gyönyörűbb gól. Sárga lap jár Györgyének. Vég Andrissal konzultál Ernst Tiborné, aki megkapta a megfelelő instrukciókat. Györgye mutatja be a cset. És hatalmasat fog a Csanádi kapusra, akinek a nevét még mindig nem tudom, mert nem láttam a messzámát. És gólt szereznek. Meg kell mondjam, hogy ugyan nehéz objektívnak maradnom, de gyönyörű szép kézilabdát játszik a Csanádi. Györgye! Ez viszont vitathatatlanul parádés gól, 8-2. Hopp,
egy kis kötény, ahogy a fociban nevezik. Kétszer indulás, a Kecel következhet. Györgye, majd Vég Andris. Vég Andris dobja rá, de hatalmasat fog a kapus. Vég Andris szerezne labdát, de visszafújja a játékvezető. Egy lövőcsel, egy kapura lövés, és nagyon nagyot fog Fejes Áron. Bedobással jöhet a Csanádi. Nagy bedobás. Nagyon nagy, úgy tűnik. Pardobással jöhet a Kecel KC. Györgye! Óha! Szigorúan beverte a rövidbe. A vendégcsapat következhet. Szabad dobás a sárgáknak. Györgyének ez nem igazán tetszett. Hopp. Még egy szabad dobás. A játékvezető megmutatja, hogy pontosan honnan. És Györgyi Nikolász ellenállhatatlanul. És bedobja. Hát nincsenek vége bizony. 8-4. Ezzel most már 9-4. Szép gól. Vég. Micsoda csel. Vég Andris szabad dobását rendeli vissza a játékvezető. Aki ismét elvégzi. Györgye! És Györgye Nikolász úgy tűnik, hogy gól királyi babérokra tör. Sokadik gólja ez már a keceli fiúnak. 9-5? Szép gól a rövidbe. Hát nagyon pörögnek az események ezen az igazán kicsi pályán. Vég, majd Györgye. Láb volt, úgy tűnik. Szabad dobással jön a Kecel. Györgye, Györgye dobja rá. Szabad dobás hazaiaknak. Györgye úgy érzi, hogy nála van a legjobb helyen a labda. Nem nagyon szereti a kombinatív játékot. Most is ölő, és most is. A kapustól jöhet a Csanádi. Egy kis játékvezetői fegyelmezés. És egy kiváló labdaszerzés. Kétszer indulás miatt azonban visszafújják. Vég Andris kullog vissza csalódottan, illetve nem is kullog, mert szalad. És megszerzi a labdát. Kétszer indulás újra. És hogy mosolyog a srác? Egy kapra lövés. Visszafújja a játékvezető. Szabad dobás a vége. Betör a hatoshoz, majd kíméletlenül bevágja a Csanádi játékos, ezzel 11-5. Györgye, majd Vég. Ismét Györgye. Györgye ellépi, pedig óriási góldobot. Hát kár érte. Újabb játékos állt be a Kecel KC-hoz, viszont a nevét még nem nagyon kellett mondanom. Nem nagyon volt nála a labda. Gól. 12-5. Költői instrukciók az edzőtől. Úgy tűnik, hogy ez is kell. Kolompár, majd Györgye. Györgye dobja rá. Mi meglepő. Nem volt ez olyan rossz, de a Csanádi kapusa résen volt. Györgye szerzi meg a labdát. Jogtalannak érzi a játékvezető ítéletet. Belül védekezésért jár szabad dobás a Csanádinak. Csizuszki Péter állt be egyébként. Neki nincs messzáma. Pólója hátulján. Egy gyönyörű csel, óha! Óha, elég könnyörtelenül bevarta a srác. 13-5.
Jön a középkezdés, Kolompár még ezt nem tudja, most már valószínűleg igen. Györgyi Nikolász védekezett szépen. Ezért viszont a kézilabdában szabad dobás jár. Hatalmasat fogott ugyan a Kecel kapusa, de Dáron védését most nem támadással jutalmazta a játékvezető, hanem egy hetessel, amit még szebb lenne, hogyha kifogná. Jó irányba mozdult, de nem tudja kivédeni. 14-5. Lassan 10 közte. Lefújja az első félidőt a játékvezető. Csanádi Kási, Kecel Káci a félidőben 14-5. Egy kis szünet után most kezdődik meg a második félidő a Kecel Káci Csanádi Kási mérkőzésén, és Györgye dob egy óriási kapufát. Belül vérekezésért viszont szabad dobás jön a Kecel Kácinak. Többen kiabálják, hogy bent volt. Hát akár még ez is lehet, nem láttam. Györgye! Vagy Deregi. Ő Fejes Áron úgy tűnik, hogy kimozdult a kapuból. Társa állt be a helyére. És a társa hatalmasat fogott. Fejes Áron. Györgye Nikolász. Nagy labda végnek! Aki most nem tudta elkapni. De ránézek az aranyos kis fejére, és mindent megbocsátunk neki. Még ezt is. Jöhet a Csanádi. Nagyot szerel Györgye Nikolász. Pont engem talált el vele. Egy nagy lövés. És egy szabad dobás. Elkérte a labdát. Ó, mekkora kapufát dobott. Vég Andris. Most ellenfélhez szaszolt. Egy nagy lövés. És kérem szépen, Deregi Dániel hatalmasakat fog. Nagy edzői húzás ez Ernst Tibornétól. Vég dobja rá. De a Csanádi kapusa is ott van. Mind fejben, mind testileg. Bedobás a Kecelnek. Kolompár. Majd Fejes. Fejes hezitál egy picit. Ó, micsoda labda, Vég Andris, aki sajnos rálépett a hatosra. Így hát szabad dobással jön a Csanádi. Egy kis bizonytalanság egész eddig a pillanatban. Viszont Deregit a mai napon nagyon-nagyon nehéz megtréfálni. Ebben a fél időben még nem is dobott gólt a vendég alakulat, igaz a Kecel sem, legalábbis érvényeset. Egy rosszul elvégzett bedobás. Deregi, majd Fejes. Kolompár, aki most nem kapja a labdát és kicsit csalódott, de ez mindenkivel előfordul. A sárgák jönnek. Vég ront ki és hatalmasat szerel. Vég! Ú, de mit fog a kapus? Nagyon megérdemelte volna a Kecel ismert. Hatalmasat játszik, ahogy a Csanádi is. De Deregi is, nálam eddig ő a meccsembere. A meglepetés csere eddig ragyogóan váltja be hozzáfűzött reményeket. Vég Andris, egy kis kétszerindulás. Hát ezt a szemre hányó kis fejet. Egy szerelés. És egy egészen profi védekezés Kolompár Nikolásztól, illetve Györgye Nikolásztól. Györgye szerelne. És ebben a fél időben először túljárnak Deregi Dániel eszén. Györgye, micsoda labda, Vég Andris! Hihetetleneket fog ez a kapus, bravo! Mindkét részről. Ügyes lé! Nagy labda lenne az. És dobhat a vendégcsapat. Megmenti a vonal előtt a Csanádi játékosa. Nagyon szerel Györgye, fogják a játékos kezét, kérem szépen játékvezető úr, ezt illet volna lefújni. A Csanádi kapusa. Majd centere. És kétszer indulási miatt bizony ezt lefújja a játékvezető. Megjegyzem teljesen jogosan, új játékos a Kecelnél. Nagy a blokk, belül védekezés, igen. Ezt én is jól láttam, és a játékvezető is. Györgye.
Majd vég. Befelé vagy kifelé jár? Befelé jár a szabad dobás, legalábbis azt mutatja a játékvezető. Farkas Márka pályán, nem is szabad dobás, ugyanis hetes. Vég Andris! Vég Andris! Gól! Nagyon szépen felverte a bal felsőbe. Hatalmas gól. 6-15, jövünk fel, mint a talaj, Véz, ahogy mondani szokták. És egy hatalmas labdaszerzés Farkas Márktól. Szabad dobás jön a Kecel KC. Farkas. Györgye. Megszerzi a családi játékosat. Két percet kap. Györgye Nikolász nem akart őrösszet csak szerelni, de hát ez benne van a játékban, megkapta érte jogos büntetését. Talán 7 méteres? Valóban. Na nézzük! Deregi! És Deregi olyan határozottságot mutatott ebben a fél időben, hogy megzavarta a Csanádi kapusát. Most viszont ember hátrányban vagyunk, figyelni kell. Deregi figyel is, belülvédekezés, így van. Kicsit csalódott Ernst Tiborné, de amit be kell fújni, az be kell fújni. És ez olyan volt. Deregi viszont ragyogóan látja a feladatát. Újra nagyot fog. Most viszont gólt le a Csanádi ezt a pressziót, ezt a nyomást, mert Deregi sem bírta annyira. De mi mindig ő a meccsember az én szememben. Labdaszerzés a Csanáditól. És labdaszerzés a Keceltől, Vég Andris. Ez nagy, Farkas. Szabad dobásra jön a Kecel. Farkas, majd Vég. Vég indul meg. Hopp, elhagytuk a labdát. Megindul a szélen a Csanádi játékosok. Deregi Dániel viszont óriásit fog. Farkas már. Vég Andris, vég! Mit fog a vendégkapus, te jó ég, ismételten. Hát kedves játékos megfigyelők, a két kapust érdemes megnézni. Nagyon-nagyon jól védenek. Eközben felszabadult az Endre ember hátrányból a Kecel csapata. Farkas Márk szerel, de a játékvezető másképpen látta. Szabad dobás. Én ezt inkább elnézést titulálnám, de Farkas Márk úgy tűnik, hogy szabálytalan volt. Micsoda lefordulás! És kifelé jár a szabad dobás, pedig gyönyörű mozdulat volt. Györgye! Majd Vég Andris! Hát hatalmas a kapus és Vég Andris harc az. Bizonyos. Farkas! Györgye! Györgye! Hatalmas gólt ragasztotta vendégkapus hálójába. Most már legalább nem 10 van közte. Nagy játék. Viszont most már régen fújt a játékvezető. Szabadogást végezhet el a vendégcsapat. Kétszer indulás, így van. Vég, kicsit előre rendeli a spori. Vég, majd Farkas. Györgye. Micsoda csel? Óha! Ragyogó gól. Nincs még vége. Cseréhez készülődik a Csanádi. Ez ebben a pillanatban meg is történt. Óha! Gyönyörű elfutás, gyönyörű gól. 17-8 a vendégeknek. Vég! Györgye! Györgye! Kapufára tolja a vendégkapus. Nagyot játszik. Szélen! Szép gól, újra 10 közte. Györgye, majd Vég, hatalmas lövőcsel, és egy még nagyobb gól. Nem kell azt ilyen közelbe vinni, Györgye megoldja innen is. Piros 9, 1-et. Szép csel. Hello, 1-et, pirosnak.
Járatja a labdát a Csanádi. És szép gólt szereznek. Györgye készülődik a középkezdéshez. Vég. Ismét egy lövőcsel. Györgye! Nagyot fog a kapus. Nem látom pontosan az eseményeket, de az biztos, hogy Deregi megint nagyot fog. És megérdemelt a dicséret is, amit Ernst Tibornétól kap. Ez viszont kétszer indul ez. Tizovszky Péter. Elaludtunk a Csanádi, nem? Egy újabb gól. 29 a vendégeknek. Györgyi Nikolász váltja. Egy játékos, akinek mindjárt mondom is a nevét. Csak nem látom. Hát ezt nem. Veszben Sebestyén Balázs, aki egy kétszer indulással kezd. És az sem baj. És nagy gól a Csanáditól. Nem volt bent? Nem volt bent. 21-9 a mérkőzés állása. A játékvezető az órájára néz. De még hagyja egy picit. Ez viszont a hatoson belülről született. De már nem számít. Kecel KC, Csanádi. 9-21. Úgy gondolom, hogy nem szégyenkezhet a helyi alakulat. A vendég meg még inkább nem. Nagyot játszottak, szép mérkőzés volt. Köszönjük a figyelmet.